Sziasztok! Itt láthatjátok azt, amiről az előző videóban szó volt, az előpárlat elválasztás, ugye itt már látjuk, hogy szépen a buborék sapkákon áramlik át a gőz, és az ugye visszacsapódott folyadékon átbuborékol. Gyakorlatilag a vízzel stabilizálódott a fejhőmérséklet, ennek megfelelően szépen lassan beindul a folyamat, és gyakorlatilag ennek eredményeként megjelennek az első előpárlat cseppek, ahogy ezt korábban már mutattam, gyakorlatilag tényleg szinte cseppenként lehet venni. A dolog lényege annyi, hogy a vízzel stabilan tartjuk a fejhőmérsékletet, kicsit zárunk rajta, akkor emelkedik a fejhőmérséklet, és mehetünk tovább. Gyakorlatilag, és egy kicsit szellős a műhely, és emiatt egy pár tized fokot ingadozik a fejhőmérséklet, de gyakorlatilag látjátok, hogy nagyon stabilan lehet tartani, és ennek megfelelően akár cseppenként lehet szedni a különféle hőfokokon az előpárlatot, ennek megfelelően pedig nagyon precíz elválasztást tudunk megvalósítani egy ilyen rendszeren. Ahogy megyünk fölfele, zárjuk el a csapot, és aztán amikor áttérünk már az előpárlati részre, akkor pedig a gázt lehet ismét növelni, lehet a fűtés teljesítményét egy kicsit feljebb tekerni, és így tudjuk aztán később az üsbe lévő cefréből valamennyi alkoholt kiszedni és a készüléken lepárolni.